Köszöntöm Önöket újra itt, és ezúttal vendégünk Bauman József, akit valószínűleg sokan ismernek már a Facebookról, hiszen több csoportot is kezel, és mi azért kerestük meg őt, mert létrehozott ebben a vészterhes időszakban egy újabbat, Movár Összefog címmel. Köszöntöm is a vonal túlsó végén Bauman Józsefet, szervusz, szia! Köszöntöm én is a nézőket, sziasztok! Hát akkor beszéljünk arról, hogy milyen indítatásból hoztad létre ezt a csoportot, már ugye kezelsz többet is, de erre miért volt szükség szerinted? Ugye bár a legfőbb csoport, amit ugye kezelek, az a Mosonmagyaróváron hallottam csoport, és ott már a múlt héten elkezdődtek, illetve hát egyre több a koronavírussal kapcsolatos poszt érkezett, és mi ugye szeretném azt, hogy a csoport mindig elérje a célját, és mindig azok az információk legyenek ott, amik ugye legfontosabbak a csoporttagoknak, ezért úgy gondoltam, meg ugye láttam is erre példát máshol is, például a Győrben is csináltak hasonló csoportot, úgy gondoltam, hogy mindenféleképpen célszerű lenne a helyi koronavírussal kapcsolatos dolgokat egy külön csoportban közölni, és ugye nyilván ott akkor gyorsabban is hozzáférnek azok, akik csak erre az információra kíváncsiak. Azért egy adminisztrátornak felelőssége is van. Hogyan szűröd azt, hogy miféle információk kerülnek ide ki, hogy mennyire valósak például? Hát tekintettel arra, hogy ebben a helyzetben azért percenként történnek új dolgok, és folyamatosan vannak új hírek. Ellentétben a Mosonmagyaróváron hallottammal, itt most körülbelül van 68 darab admin, úgyhogy mindenki tudja a feladatát, mindenki tisztában van vele, hogy mi az, ami megengedett, mi az, ami nem megengedett, és többé-kevésbé én úgy látom, hogy ez hatékonyan működik. Persze, mint mindenhol itt is előfordulnak azért olyan kommentelők, meg olyan posztolók, akik ebből vagy politikai ügyet akarnak csinálni, vagy pedig valamilyen saját sérelem által, vagy fogalmam sincs miért bántanak más embereket. Megpróbáljuk őket minél gyorsabban szűrni, és megfelelően szankcionálni azt, hogyha vétenek a csoport szabályzataival szemben, bocsánat. Mi a tapasztalatod, milyen a hozzáállásuk az embereknek, hogyan fogadták ezt a lehetőséget? Én azt látom, hogy ellentétben a Mosonmagyaróváron hallottam, mert itt azért sokkal segítőkészebbek az emberek, tényleg csak azok tagok ott, akik segítő célra lépnek be, és ahogy én észrevettem, ami igazság szerint a csoport elsőleges célja volt, hogy egy ilyen önszerveződő csoport alakuljon, ahol a tagok saját maguk indítatásából tudják, hogy mit kell tenniük ilyen helyzetben. Én úgy veszem észre, hogy ez többé-kevésbé már sikerült, és hát én bízom azért benne, hogy ez a helyzet nem fog sokáig tartani, de szerintem eredményes lesz a csoport. Tapasztaltad-e már, hogy alakultak ki olyan kezdeményezések, amelyek köszönhetők ennek a csoportnak, hogy itt tudtak egymásra találni emberek? Igen. Több ilyen is volt már, tehát minden nap van 5-6 olyan poszt, ahol valaki segítséget kér, és szinte azonnal tud valaki segíteni az adott embernek. Mi a tapasztalatod a városban, hogy most mi videócseten beszélgetünk, én a terveink szerint ki sem nagyon akarok mozdulni itthonról, hogy mit tapasztalsz te a városban, és ugye te Ausztriában dolgozol, mi összehasonlítva a kettőt, hogyan viselkednek az emberek? Én ugye múlt egy szerda óta már itthon vagyok, csördök pénteket mi már nem dolgoztunk, hétfőn kellett még bemennem a munkahelyemre egy-két dolgot elintézni, innentől kezdve mi egy hónapig itthon is leszünk. Én amikor hétfőn kim voltam Bécsben, azt vettem észre, hogy körülbelül olyan volt, mint a vasárnap lett volna. Ugye Ausztriában ugye vasárnap semmi nincsen nyitva, nyilván akkor viszonylag kevesen is vannak az utcákon. Ugyanezt tapasztaltam hétfőn is, hogy eléggé üresek voltak az utcák. Itt Óváron én egy kicsit nagyobb mozgást vélek észrevenni, meg például olyan dolgok feltűntek nekem, hogy valószínűleg ez ugye az informatika térhódításának is köszönhető, hogy fiatalok azok nem igazán voltak mostanában már az utcán, nem szerveződtek bandába és bandáztak az utcán. Most viszont rengeteg ilyen fiatal csoportot látok, ami meglátásom szerint nagyon nem jó. És ha hall innen, vagy ezen a beszélgetésen keresztül bárki, én azt tanácsom nekik, hogy ha eddig el tudtak lenni otthon, akkor most ezt a kis időt bírják ki. Igen, javasoljuk mi is mindenkinek. Hát köszönöm szépen, én arra kérlek téged, hogy ha bármi van, vagy mi nem veszük észre, de te a csoportodon belül észreveszed, akkor azt jelezd felénk, hogyha érdemes róla beszélni, vagy fontosnak tartod az információt, hogy eljusson az emberekhez, jó?
Persze, mindenféleképpen szóltam. Rendben van. Köszönöm szépen, akkor további jó munkát neked. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre. Én is köszönöm nektek, és viszont kívánom, és jó egészséget. Köszönjük, viszont szia! Sziasztok! Kedves nézőink, remélem megfogadják a tanácsokat, és használják a Facebook csoportokat. Ugye most bent kell lennünk, otthon kell lennünk, mindenki csüng az interneten, az információkat elsősorban onnan szerezhetjük. Figyeljék ezt a csoportot is, ha tudnak, csatlakozzanak valamilyen kezdeményezéshez. Mi pedig jelentkezünk hamarosan, minden jót!